Évértékelő az agráriumban, megfelelő mennyiség és minőség, valamint növekvő árak jellemezték az idei évet. Fejlődő Kálusemjén korszerűsítették a település általános iskolájának konyháját, de fejlesztik a szennyvízhálózatot és kerékpárutakat is építenek. Örökölhető adósságok. Sokan inkább lemondanak az örökségről, ha a megörökölt ingatlanon tartozás van bejegyezve. Megfelelő mennyiség és minőség, valamint növekvő árak. Így lehet jellemezni az idei évet a mezőgazdaságban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A legnagyobb mértékben az alma felvásárlási ára növekedett 2017-ben, de a megyében meghatározó kukorica kilója is 300-400 forinttal többért kelt el a piacon tavalyhoz képest. A termésmennyiségek ugyan némely növény esetében csökkentek idén, de a legtöbb esetben így is az országos átlag fölött alakultak. Kevesebb almát születeltek idén a gazdák, de a minőségre nem lehetett panasz. Csak úgy, mint az ára sem. Például a léjalma ára többszörösére emelkedett, az elmúlt évek 15 forintos átlagárához képest, idén 60 forintot is adtak kilójáért. De nem csak az alma, hanem a többi gyümölcs esetében is kimagaslóan alakultak a felvásárlói árak. A gazdálkodók részéről egy jövedelmet biztosító év volt ez a 2017-es. A gyümölcsféléknek az ára, ha kezdjük ott a mettő, szamóca, barackon, szilván, almán keresztül, minden aránylag jó árat képviselt, az átlagostól magasabb áron lehetett értékesíteni, volt is keresleti irántuk. Rácz Imre azt is elmondta, a termésmennyiség tekintetében is sikeres év volt 2017 a megyében, bár a fagyok néhol okoztak károkat, de az idei magas árak kompenzálták a kiesést. A gyümölcsökhöz hasonlóan alakult a kalászosok felvásárlási ára is, minden termény esetében növekedtek az árak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb területen közel 100 000 hektáron kukoricát termelnek a gabonafélék közül, a gazdák összességében itt is jó évet zárhattak. Ez is a közepes körüli vagy valamivel jobb volt, az országos átlagnál főleg jobb volt, ugyanis voltak aszálysújtotta térségek az országban. Mi úgymond a megyének csak talán a déli részére mondható el, hogy esetet van, vagy két csapadék a érési folyamatokban. Ez nem volt meg, de zömében az átlagtól jobb kukoricát takarítottunk be, és az ára is egy ilyen 3-400 forinttal a tavalyi ár fölött volt, úgy is indult már el, és tartotta is azt az árat végig. Napraforgóból közel 52 000 hektáron termelnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Itt ugyan a tavalyi 3,2 tonnához képest kevesebb volt a termés, de a 2,9 tonna az országos átlagot így is meghaladja. Rácz Imre azt is elmondta, egyedül a búza árával akadtak gondok a betakarítás kezdetén, de később ez is megoldódott, és úgy látja, a minőségi búza iránt megnőtt a kereslet is. 40 millió forintos pályázati forrásból korszerűsítették a Kálusemjéni általános iskola konyháját. Az intézményi beruházás mellett a település új szennyvíztelepének munkálatai is elkezdődtek, valamint a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően új kerékpárutak is épülnek Kálusemjénben. Húsfeldolgozó részleget, mosogatókonyhát, speciális elszívó berendezést és egy közösségi teret is kialakítottak a Kálusemjéni általános iskola konyhájában. A teljes körű átépítés során felújították az épület külső homlokzatát és nyílászárót cseréltek, valamint a konyha kiszolgáló, előkészítő és főző területe is megújult. Így a szigorú higiéniás előírások betartásával, modern technikai berendezésekkel végezhetik munkájukat a konyhán dolgozók. Az iskolához tartozó konyha felújítása volt az egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladat Kálusemjénben. Az intézményt az önkormányzat üzemelteti és az önkormányzat a tulajdonosa is. Az önkormányzat kettő nagy beruházást tudott megvalósítani, illetőleg még folyamatban vannak. Az egyik az önkormányzat tulajdonában és illetőleg üzemeltetésében lévő konyhának a felújítása, melyre a belügyminisztériumtól 40 millió forintos támogatást nyertünk. Emellé természetesen az önkormányzat saját erejéből még további millió forintokat, több millió forintot ruházott be. Nagyon fontos volt az életünkben az, hogy ezt a konyhát, a közüzemi konyhát meg tudjuk újítani, hiszen ez a konyha látja el mind az általános iskola, mind pedig az óvoda, az idősek étkeztetését, több mint 500 adagot főzünk itt napi szinten.
A konyha átalakítása és korszerűsítése mellett a másik nagy beruházás a szennyvízellátás biztonságosabbá tétele is elkezdődött a településen. A szennyvíztelep építésének munkálatai a tervek szerint haladnak, és akár már 2018. júniusára befejeződhetnek. Egy 350 köbméter kapacitású fejlesztés valósul így meg, amelynek köszönhetően a tisztított szennyvíz útvonala megváltozik. A terület és a település fejlesztési operatív programban ezen kívül további fejlesztési tervek szerepelnek. A TOP forrás keretein belül sikerült forrást nyernünk a belterületi kerékpárút megvalósítására. A településünk egy igen hosszú település, egy több mint 2,5 km hosszú belterületi szakasz. Nagyon sokan használják a kerékpárt, és a biztonságos közlekedés vonatkozásában is ez egy nagyon nagy lépés lesz a településnek. Ennek a keretein belül még 2 darab zebrát is meg fogunk valósítani a főúton. Itt a két katolikus templom környezetében lesz az egyik, a másik pedig a állomásra vezető Dózsa-György utcán. Ez mindenképpen egy nagyon fontos beruházás lesz. Emellett bízunk benne, hogy el tudjuk kezdeni mi hamarabb a általános iskola energetikai korszerűsítését, ami mindösszességében egy 150 millió forint értékű beruházás lesz, és emellett még az önkormányzat arról tudok még beszámolni, egy turisztikai beruházást is nyert 31 millió forint értékben. Itt a Kállai Kúria attrakciót fogjuk továbbfejleszteni. 2018-ban a település egész közigazgatási területén lecserélik a közvilágítást biztosító lámpatesteket is. Így környezetbarát, energiatakarékos LED technológiára váltanak. A fejlesztés részeként a Kálósemjén és Péterhalom közötti település részek is közvilágítást kapnak. Sokan inkább lemondanak az örökségről, ha például egy megörökölt ingatlanon tartozás van bejegyezve. Egyre gyakoribb, hogy az örökül hagyónak adóssága hitele van. A törvényes öröklés általános rendjét az új PTK szabályozza, amely szerint bár az örökös felelősséggel tartozik az elhunyt adósságait illetően is, ez azonban nem korlátlan, és az örökséget vissza is lehet utasítani. A törvényes öröklés általános rendjét az új PTK szabályozza. Végrendelet alapján vagy törvényes öröklés útján lehet örökölni. A KSH adatai szerint minden 5. ember végrendelkezik, a többi esetben a törvényes öröklés rendje alapján száll a vagyon az örökösökre. Sorrendben elsődlegesen az örökhagyó gyermekei egyenlő arányban örökölnek, egy szinttel feljebb a felmenő örököl, ezután az oldalág is. Másod és harmad unokatestvér is örökölhet, akár adósságot is, amit már csak a hagyatéki tárgyaláson lehet visszautasítani. Fontos tudni, hogy a törvény szerint bár az örökös felelősséggel tartozik az elhunyt adósságait illetően is, ez azonban nem korlátlan, mondta el 35 perc című műsorunkban Bardi Béla ügyvéd, aki hozzátette, gyakran találkoznak az ügyvédek ilyen esetekkel praxisukban. Volt, amikor egy 10 milliós ingatlanon 30 milliós banki hiteltartozás volt. Az örökhagyó egy középkorú hölgy után 2 gyermek örökölt volna a törvényes öröklés rendje szerint, mivel hogy nem volt végakarata. A vagyona az egy 10 millió forint értékű ingatlan volt, és ezt terhelte 30 millió forint adósság. Tulajdonképpen az egyik örökös azt mondta, hogy ő lemond az örökségről, nem lemond, bocsánat, visszautasítja, tehát már hagyatéki eljárásban, míg a másik örökös elvállalta, tulajdonképpen ő nem nyilatkozott arról, hogy tehát visszautasítaná az örökséget, így neki átadásra került a hagyaték. 2-3 hónapig nem is kereste ezzel kapcsolatosan senki, majd a pénzintézetek a teljes tartozást követelték tőle. Nagyon hosszú levelezés, majd bírósági per útján tulajdonképpen sikerült végül nem ítélettel, hanem egy megegyezéssel a hitelintézetekkel szemben a mi követelésünket, vagy a mi igazunkat érvényesíteni, és tulajdonképpen kizárólag a hagyaték erejéig felel a örökös, tehát tovább nem. Vannak olyan pénzintézetek, amelyek olyan megállapodástervezetet küldenek ki az örökösnek, amely tulajdonképpen egy új banki szerződés, ezeket át kell fésülni, jogban járt a szakemberrel, emelte ki az ügyvéd. Egyébként nem csak banki, hanem adótartozást is meg lehet örökölni, mint minden tartozást, ezeket is behajtási, végrehajtási szakaszba tesznek és inkasszózhatnak, foglalhatnak is a követeléskezelők. 470-en szereztek mestervizsgát az elmúlt 3 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A témáról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit.
Több mint 30 éremmel zártak a megyei diáksportolók 2017-ben az országos döntőkön. Ezzel idén is kimondottan sikeres évet tudhat a háta mögött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport és szabadidő egyesület. A legkiemelkedőbb területek a röplabda, a kézilabda, az atlétika és az úszás voltak. Jövőre komoly kihívás vár a megyére. Az összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét rendezik majd Nyíregyházán több település bevonásával. Minden eddiginél több, összesen 54 csapat adta le jelentkezését a 6. nagypályás műfüves labdarúgó tornára. A megyei együttesek téli felkészülését segíti a megmérettetés, amelyet 4 településen vívnak 2018. január 27-e és február 18-a között. Növekedett a mesterlevelet szerzett szakemberek száma az elmúlt években. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara mestervizsgáin az elmúlt 3 évben 470-en szereztek mestercímet. Közülük 250-en a Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából kedvezményesen vizsgázhattak. A mesterlevelek nem csupán a törvényi előírások miatt szükségesek, a megváltozott gazdasági versenyhelyzet is új elvárásokat támaszt a szakemberekkel szemben. A képzések ezekben segítenek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara fontos szerepet tölt be a mesterképzésben. A szakképzési törvény miatt ugyanis 2016. szeptember 1-től már csak mesterlevéllel rendelkező szakemberek oktathatnak külső gyakorlati képzőhelyen tanulókat. A mesterlevélhez szükséges képzéseket pedig a kereskedelmi és iparkamara szervezi. A magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét nem csupán a tradíciók és törvényi előírások, hanem a kor követelményei is fontossá teszik. A mesterképzésnek szerves része a sikeres vállalkozáshoz szükséges vezetési ismeretek és a tanulóképzéshez elengedhetetlen pedagógiai ismeretek elsajátítása. 2017-ben megyékben 6 szakmában indítottak mesterképzéseket, szakácsok, pincérek, autószerelők, autófényezők, karosszérialakatosok és villanyszerelők szerezhettek mesterlevelet. A képzésekre 55 fő jelentkezett, ebből 25 fő a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 300 ezer forint helyett 60 ezer forint képzési díj megfizetésével végezhette el a mesterképzést. 2014-től kezdődően folyamatosan szerveztük a mesterképzéseket, így az elmúlt 3 év alatt 470-en szereztek mesterlevelet. 2015-ben egyébként több mint 270-en kapták meg ezt a jogosultságot, és ugye szerezték ezt a mesteri címet meg. Ezt követően a többi években is folyamatos volt a mesterképzés, a mestervizsgáztatás. Egyébként nagyon sok állami támogatást kaptak a mesterek, több mint 250-en juthattak kedvezményes áron hozzá a mestervizsgáztatáshoz és a mesterképzéshez. Így pedig azt kell mondjam, hogy a mesterek száma az elmúlt 3 évben több volt, mint az elmúlt 10 évben. Az utóbbi évek bebizonyították, hogy a szakmák fejlődése, a megváltozott gazdasági versenyhelyzet új elvárásokat támasztanak a szakemberekkel és a vállalkozókkal szemben. Az elmúlt 3 évben több mint 24 szakmában indult mesterképzés, és összesen 84 fő vehetett át mesterlevelet. A megyei és kereskedelmi iparkamara jövőre is folytatja a végzettséghez szükséges képzések és vizsgák szervezését. 2018-ban lényeges változás nem lesz a mestervizsgáztatásban, hiszen a feltételek továbbra is adottak, ugye 5 év szakmai tapasztalat szükséges, vagy amennyit meghatároz a mestervizsga követelmény, illetőleg megfelelő végzettség és hát persze az elszántság. A mestervizsgáztatás tananyagában a frissítés az folyamatos, illetve a vizsga feladatbank frissítése is folyamatos, tehát ezek várhatóak a jövő évben is. Országosan összesen 77 szakmában van lehetőség arra, hogy a szakemberek mestervizsgát tehessenek. Több mint 30 éremmel zártak a megyei diáksportolók 2017-ben az országos döntőkön. Ezzel idén is kimondottan sikeres évet tudhat a háta mögött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport és szabadidő egyesület. A legkiemelkedőbb területek a röplabda, a kézilabda, az atlétika és az úszás voltak. Jövőre komoly kihívás vár a megyére, az összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét rendezik majd Nyíregyházán több település bevonásával.
Mondhatni már hagyomány, hogy évről évre jól teljesítenek a megye diák sportolói. Idén is sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a fiatal versenyzők. A legjobbak között csak az országos döntőkből összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzéremmel térhettek haza. Különböző sportágokban hoztunk el aranyérmeket, úgyhogy egy párat megemlítsek. Például atlétikában nagyon szép teljesítményeket értünk el, 600 méteres síkfutásban például Debrecenben a nagy országos diákolimpiai döntőn, a jubileumi döntőn, a 30 éves ünnepség döntőjén sikerült aranyérmet elhozni. Vagy hogyha Nyíregyházára visszatérünk, akkor itt ugye az országos összevont labdajátékok diákolimpiai döntőben a tavaszi év végén a röplabdások, ők aranyérmet szereztek, és nem sokára mennek Brnóba, és ott nemzetközi szinten is megmérettetik magukat majd, úgyhogy ez a Vasvárinak a röplabda lánycsapata, úgyhogy rájuk nagyon büszkék vagyunk. De ezek mellett vannak még olyan sportágak, amelyekben rendre jól teljesítenek a megyei sportolók, és a jövőre nézve is bíztató eredményeket hozhatnak. Hogyha ki kell emelni egy-kettőt, akkor mindenképpen egyrészt a kézilabdát is megemlíteném, amelyben én úgy gondolom, hogy komoly erőt képviselünk, és egyre felkészültebb sportolók jönnek ki, megy a szinten is, a röplabdát ugye említettük, és az úszás, illetve az atlétika az, amelyekben nagyon nagy potenciál van. Úszásban például mindenképpen szeretném megemlíteni a vásárosnaményi úszókat, természetesen nem kiemelve őket külön, hiszen azért a megye más területéről is remek eredményeket hoznak úszók, de ők azért különlegesek talán egy kicsit, mert sokszor 16 vagy 20 méteres medencébe kell nekik az edzéseket elvégezni, és azért országos döntőkön 50 méteres medencébe is megállják a helyüket, tehát az azért külön kis adalék az ő teljesítményükhöz. Az évvégi megyei és a nyíregyházi városi diáksportgálákon egyaránt azt hangsúlyozták a résztvevők, hogy nem lehet külön választani se Nyíregyháza, se a megye diáksportját. Egyik sem létezik a másik nélkül, és ez azért hangsúlyozom ki, mert nagyon büszkék vagyunk arra, hogy remek kapcsolatot tudunk ápolni, mint megyei Diáksport Egyesület Nyíregyháza megyei jogú várossal, illetve vannak még olyan együttműködési megállapodásaink, például a megyei önkormányzattal, Kölcsei Televízióval, amelyek mind-mind abban segítenek bennünket, hogy a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben tudjuk kiszolgálni azt a népes diáksereget, aki a megye diáksport életében ott van, hiszen több mint 11 ezer gyerek az, akit megmozgatunk megye szerte. A megyei sportélet sikereit nem csak az érmek száma fémjelzi, hanem az is, hogy egyre több országos versenynek is helyt ad a térség. Így lesz ez jövőre is. Egy országos döntőnek biztos, hogy helyet adunk, azt már megnyertük, ez viszont egy hatalmas falat. Összevont labdajátékú döntőt fogunk majd jövő tavasz végén, nyár elején megvalósítani itt Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert több helyszínen is lesznek különböző versenyek. 1200 gyerek lesz majd itt az országból. Azt hiszem, hogy ennek a logisztikai feladata, tehát hogy a versenyeztetés, szállás, étkezés is, hogy valóban olyan szájízzel menjenek el, hogy itt minden nagyon klappolt. Ez egy nagyon komoly feladat és kihívás, de állunk elébe. Az eddig megvalósított országos döntőink azok nagyon pozitívak voltak. Nagyon komoly visszajelzéseket kaptunk a Magyar Diáksport Szövetségtől. Azt hiszem, hogy ennek is azért az eredménye az, hogy egy ilyen nagy döntőt megkaphattunk, ami a legnagyobb a diákolimpiai döntők közül. Tehát azt hiszem, hogy erre azért nyugodtan lehetünk büszkék már így előre is. Baracsi Endre azt is elmondta, a pozitív visszajelzések azért is fontosak, mert a megye népszerűsítését is segítik az országban, nem csak a sportolók és edzők, hanem rajtuk keresztül a családjaik is visszatérhetnek ide, a versenyzésen túl kikapcsolódni is. Minden eddiginél több, összesen 54 csapat adta le jelentkezését a 6. nagypályás műfüves labdarúgó tornára. A megyei együttesek téli felkészülését segíti a megmérettetés, amelyet 4 településen vívnak 2018. január 27-e és február 18-a között. 6. alkalommal rendezi meg a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága a nagypályás műfüves labdarúgó tornát a 2017-2018-as bajnoki szezon téli szünetében. A megyei nagypályás csapatok téli felkészülését kiválóan segítő futballtornára végül rekordszámú egyesület adta le jelentkezését. A résztvevő csapatokat területi elv alapján osztotta be az igazgatóság 4 helyszínre. 54 egyesület jelezte a részvételi szándékát a megyéből, és ez 4 helyszínen fog majd zajlani. Nyírbátorban, Nyíregyházán, Kisvárdán és Tarpán, és természetesen 5 fős csoportokra alakítottuk a jelentkezőket, és ennek megfelelően mindenki 4 mérkőzést fog játszani.
Összesen így 108 találkozót játszanak majd a csapatok a felkészülési torna 2018. január 27-én rajtól és február 18-án a megyei első osztály tavaszi rajtja előtti hétvégén zárul majd. A rajtot azért lőttük így be, mert azért a megye 1-es csapatok és a megye 2-es csapatoknak azon része, akik komolyabban veszik a bajnokságot, már január elején azért már összetalálkoznak és már edzegetnek, de a többi csapat is megye 2-es, meg ugye rengeteg megye 3-as jelentkezett, azért január végén már találkozik. Tehát ennél hamarabb nem akartuk kezdeni egyrészt emiatt, mert ugye még a csapatok ilyenkor találkoznak egymással, pár edzés a lábukban, másrészt pedig amiatt is, mert január elején sokszor nagyon hideg van, és azért erre is próbálunk figyelni. Bízunk benne, hogy azért a január vége, február már nem lesz olyan időjárás, nem lesznek annyira minuszok, hogy megfelelően tudnak majd felkészülni ezen a tornán mind a 4 helyszínen. A torna mellé támogatóként egy helyi gabonakereskedelemmel foglalkozó cég is odaállt, így a rendezvény hivatalos neve Grain Seeds Műves Nagypályás Felkészülési Torna lesz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Megfelelő mennyiség és minőség, valamint növekvő árak, így lehet jellemezni az idei évet a mezőgazdaságban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A legnagyobb mértékben az alma felvásárlási ára növekedett 2017-ben, de a megyében meghatározó kukorica kilója is 300-400 forinttal többért kelt el a piacon tavalyhoz képest. A termés mennyiségek ugyan némely növény esetében csökkentek idén, de a legtöbb esetben így is az országos átlag fölött alakultak. 40 millió forintos pályázati forrásból korszerűsítették a Kádú-Semjéni általános iskola konyháját. Az intézményi beruházás mellett a település új szennyvíztelepének munkálatai is elkezdődtek, valamint a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően új kerékpárutak is épülnek Kádú-Semjénben. Sokan inkább lemondanak az örökségről, ha például egy megörökölt ingatlanon tartozás van bejegyezve, egyre gyakoribb, hogy az örökül hagyónak adóssága, hitele van. A törvényes öröklés általános rendjét az új PTK szabályozza, amely szerint bár az örökös felelősséggel tartozik az elhunyt adósságait illetően is, ez azonban nem korlátlan, és az örökséget vissza is lehet utasítani. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 25-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este, azaz karácsony második napján várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, áldott és boldog karácsonyt!